Zaher Gábor van az Ezer Lámpás Éjszakája televíziós stúdiójában. Köszönöm ismételten, hogy így beszélgethetünk egy másik fontos témáról. Hány olyan téma terület van, ahol mindig a felnőtteket, a szülőket szapoljuk, hogy ezt ők szabadították a fiatalokra, hogy azért hülye a gyerek, mert nem foglalkozik vele a felnőtt. Az online világot tulajdonképpen a fiataloknak köszönhetjük. Hát természetesen a fiataloknak, de ugyanúgy már a mi életünkbe is valójában beférkőzött. És most valójában nem arról van szó, hogy azért a mobiltelefon, ugye amikor megjelent, az milyen hihetetlen nagy segítséget jelentett. Mert most gondolj bele, hát ugye te is gyakorló apuka vagy. Azt mondtam volna a kislányod, hogy 6-ra otthon vagyok. Fél hét nincs otthon a gyerek. Mennyi lesz a pulzusod? 300. A vérnyomásod 250 per 150. Mi lett vele? Megverték, kirabolták, megerőszakolták, elkábították, úton van Albániában prostituáltként bármi, és 3-4-6-kor a gyerek hazatelefonál, apa, 8-ra vagyok csak otthon, mert még benn maradtunk, elmentünk haverokkal, megiszunk egy sört, stb. Ki van húzva, dőlögnek a méregfoga, és nem úgy, mint régen, ugye én még rohangáztam, hogy találok-e telefont, én még tantuszossal kezdtem, és így tovább, és hát tényleg később értem az a fél órával, anyám majd, hogy nem fölpofozott rögtön az ajtóba, de ma ezzel ki lehet húzni a történetnek a méregfogát, viszont az a világ, amit a mobiltelefon megnyitott, hogy azt mennyire tudjuk tulajdonképpen jól kezelni. És ez egy érdekes probléma a napjainkban. Ha a szülőket lehet hibáztatni azért, amiről ugye máskor vagy más alkalommal beszéltünk, hogy naponta 7 percet foglalkoznak a gyerekekkel, és amikor azt olvassuk, hogy a fiatalok naponta több órát töltenek el az online világban, föl sem néznek, nézik a monitort vagy az okostelefon, akkor melyik a rosszabb? Ezt nagyon nehéz megfogalmazni, hogy ugye nincs mérőszám és mértékegység, amivel össze tudnám hasonlítani, hogy az egyik az 3, a másik 8, akkor világosan 8, az rosszabb. De azt elmondhatjuk, hogy ez nem normális dolog. Nem normális dolog, de ennek a mai világnak azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez a fajta online kommunikáció az mindenképpen a része, és ezért nagyon jelentősen megváltoztatta a kommunikációnkat, mert nagyon-nagyon fölpörgött a világ, és hát mondjuk abszolút nem irigylem az újságírót, akinek naponta ugye szinte kötelessége eltölteni hosszú-hosszú órákat az online világ mellett, mert ebből él. Ja, abból él, hiszen egy hír az hatalom, mert az információ az mindig is hatalmat jelentett, és éppen ugye én gyakorló mentőorvos vagyok most, és volt olyan esetünk, hogy még a kocsiba volt a sérült, még nem adtuk át a kórházba, de már az az információ rajta volt a Twitteren, mert ott a helyszínen, aki ott állt, annak mindenki ott volt a mobil a kezében, és vették föl, ahogy éppen ott a busz mellett ellátjuk magát a sérültet. Na jó, de összességében egy szakember erre mit mond arra a statisztikára, hogy egy mai magyar 16 éves fiatal a szabad idejének az 50%-át számítógépezéssel, vagy mondjuk egy okostelefonnal tölti el. Ez szerintem még rendben is lenne, csak valójában tudunk ebbe és az egészbe keretrendszert beleépíteni. Magyarán szóval tudunk-e például digitális detoxot csinálni, és egy nagyon egyszerű példát mondanék el, hogy elalvás előtt egy órával ne használjuk az online világot. Miért? Mert az elalvás előtt utolsó élmény hihetetlen módon tudja befolyásolni például az éjszakai nyugalmunkat. De például az is egy érdekes dolog, hogy a mai fiatalok az életük során ugye 75 év a magyar átlag életkor, 5 év 4 hónapot töltenek valamilyen közösségi médián, smartphone zombiként. Tulajdonképpen ezt hallgatva az derül ki, hogy senki nem beszélget senkivel. Tehát egyre a szülők kevésbé. A fiatalokkal, a fiatalok egymással, mert mindenki megtalálta kvázi a maga játékszert. Pontosabban beszélgetnek, csak teljesen másképpen, hogy a két nagy új segítségével. És nagyon érdekes példa, mondjuk itt a ma még a legnépszerűbb, ha bár most már sokat vesztett a népszerűsége, vagy a Facebook. 6 millióan használják Magyarországon a Facebookot. 4,8 millióan már mobiltelefonon is használják, és a 6 millió Facebook használóból 1,25 millió az függőként éli az életét. 50%-a a populációnak reggel először a telefonját nézi meg, és a 30 év alatti korosztályt megkérdezték, hogy mennyi időt bírnak ki a mobilja nélkül, senki sem válaszolt arra, hogy 24 óránál többet. Gyakorlatilag ez egy nagyon jelentősen bekorlátozott idő. Nem beszélve arról, hogy egy átlag Facebook felhasználó 155 baráttal bír. Most ez is ugye egy érdekes dolog, mert ez az angol friend szóból lett lefordítva. Na most a friend és a barát, ha ezt így belerakom egy mérleg két serpenyőjébe, akkor itt a magyar barát szó az azért kicsit fajsúlyosabb. Lehet 155 barátom? Hát sok-sok életet kéne ahhoz leírni, hogy 155 barátunk legyen. És ami még érdekes, hogy ebből a 155 barátból 35%-ával soha az életemben nem fogok találkozni. És ez miről szól? Ha nem találkozom vele, akkor olyan lehetek, amilyen én szeretnék. Lehetek magas, szélesvállú, keskeny csípőjű, hosszú szőkehajú, ekkora mellű,
pedig különben abszolút nem ilyen vagyok, mert úgysem fogok vele találkozni, és bármiféle dolgot leírhatok magamról, ez pedig személyiségfejlődési zavarhoz vezet, mert előbb-utóbb csak elhiszem magamról, hogy magas vagyok, nagy mellű vagyok, hosszú szőkehajam van és gyönyörű vagyok, pedig pont ennek az ellenkezőjével találkozom ebbe a történetbe. Szóval picit azért ez a világ ebből a szempontból nem biztos, hogy mindig is az egészséges felé fogja vinni. Mit üzensz ugye most az online, tehát a számítógép használatról beszélünk, az online világról beszélünk, hogy kinek kellene tanítania itt most kit? Hát ez egy nagyon érdekes dolog, ugye, mert mi felnőttek is hajlamosak vagyunk pontosan úgy elveszni, az amennyibe fiam a szobádba, azonnal kapcsolod le a netet, igen, majd becsukódik az ajtó, apa, anya már is veszi el a telefon, nézik a híreket, olvasnak, Facebook, stb. Stb. Én azt gondolom, ennek az egésznek a kultúráját és a használat, ami hihetetlen egyszerűvé teszi, meg nagyon könnyűvé teszi ma már a világot, tehát én emlékszem, amikor mondjuk 1000 évvel ezelőtt írtam a szakdolgozatomat, 3 hónapig jártam könyvtárba. Uh-huh. És álltam a létretetteim, lapozgattam, most a papír elvágta az ujjam, ma pedig ugyanazt a tudományos kutató munkát, ha van megfelelő hozzáférésed, vagy föltöröd, akkor gyakorlatilag 2 nap alatt össze tudod gyűjteni otthon, a saját lakásodban kényelmesen, nem könyvtárba járva, nem portnyelve című történet, szóval ez azért nagyon-nagyon jó és hihetetlen mennyiségű információ van. Úgyhogy ennek azért vannak számtalan előnyei is ennek a történetnek, hogy a hozzáférés, az elérhetési lehetőség, de tudjuk ezt megtanulni, kulturáltan használni. Persze van Magyarországon most már ezzel kapcsolatos program ugye beindítani, hogy azért a kulturált internet használat, a cyberbullyingnak ugye az internet, egy zaklatást hogyan tudom valójában elkerülni, mert a háló nem felejt. És ha egyszer rólam fölkerült oda az, hogy szőrös a talpam, az attól a pillanattól kezdve soha a büdös életben nem fog lekerülni. Hiába rakok felén egy fényképet, ahol egy szár szőr nincs a talpamon, az kutyát nem fog érdekelni, mert az embereket azért a negatív hírek sokkal-sokkal jobban érdeklik, mint a pozitív hírek. És akkor rögtön el fog terjedni, hogy igen, hát az ajernak szőrös a talpa, és innentől kezdve ezen fog röhögni gyakorlatilag, és nem 28 ember, mint annó, mikor 7. koromban egy nagyon gáz norvég mintás pulóverbe beléptem 73-ban a 7. B-be, hanem 280 ezer ember, vagy 2 millió ember, és nem csak aznap, hanem másnap, egy hét, egy hónap, egy év múlva is. Szóval meg kell tanulni ezt a rendszert, kultúrát. Na és azért örülök, hogy most ezt mondtad egy a beszélgetésünk vége felé, mert én is ezt kérdeztem volna utolsóként, hogy a tanításra talán azért is lenne szükség, hogy a fiatalok ne váljanak önmaguk ellenségébe, mit töltenek föl, milyen tartalmakat raknak fel és osztanak meg egymással és küldenek el. De ugye ez nagyon sok esetben ugye visszavág. Hát hogyne, hát érdemes megnézni az Instagramot, hány olyan 15 éves kislányról vannak fönn képek, akire az ember ránéz és azt mondja, hogy hát ez már ivar és golyóéret leányzó, pedig azért sok-sok évet lehetne érte tulajdonképpen kapni, de ő teszi föl magáról a fehér neműs képet, és így tovább, és így tovább. Szóval azért valójában tudja az a szülő, hogy az a 15 éves, most 8. osztályt befejezett kislányról milyen képek vannak fönt mondjuk az Instagramon? Nem biztos. És ez se jó. Köszönöm szépen. Köszönöm.